Mecsek Nádasd Open Turisztikai Nonprofit Kft. Ezt a céget alapították néhány hete a Baranyai településen a megye vállalkozói és magánszemélyei. A társulás többek között turizmusfejlesztéssel és rendezvényszervezéssel kíván foglalkozni. Az ügyvezetők szerint ez a térség húzó ágazata, így az év minden napján szeretnének program lehetőséget kínálni a látogatók számára. A vallási turizmustól kiindulva a gasztronómiai programokon keresztül minden egyéb olyan kínálatot szeretnénk megmutatni az ide érkező vendégeknek, látogatóknak, amivel akár egy napot, de akár hosszú hétvégét vagy több napon keresztül itt lehetnek a községben, illetve a környéken. A Mecsek lábánál fekvő falu vonzereje különleges természeti értékei mellett épített kulturális örökségének, a sváb gasztronómia ízeinek, a borturizmusnak, a helyi legendák, hagyományok és népi kézműves mesterségek megőrzésének, illetve a településbe hálózó országos és nemzetközi turista, illetve zarándokutaknak köszönhető. A település több száz éves múlttal, történelmi múlttal rendelkezik, egészen Szent István koráig visszanyúlva, szóval ez az igen gazdag épített és szellemi örökség a turizmusfejlesztés eszközeivel gyönyörűen hasznosíthatók turisztikai célokra, nem csak mint pontszerű turisztikai attrakciók, látnivalók, hanem rendezvényszervezés terén. Mecsek Nádasdon az aktív vállalkozói életnek köszönhetően sok szállásadó és vendéglátó, helyi termelő és kézműves dolgozik, akik között egyértelmű volt a turisztikai összefogás szükségessége. Továbbá külső stratégiai partnerek is részt vesznek a cég működésében, akik közül Kéméndi Tamás harmonika művész és harmonika tanár vállalta a művészeti vezetői feladatok ellátását. Viszonylag tág rálátásom van ezekre a különböző műfaji jellegzetességekre. Úgyhogy az én részemről mindenképpen azt tudom elmondani, hogy igyekszek majd én is úgy támogatni ezt a törekvést, hogy minél színesebb programokat idehozni Mecsek Nádasdra. Mecsek Nádasd eddig is számos programmal várta a látogatókat és a helyi érdeklődőket, azonban ezen felül még több nagyobb és kisebb, a település gazdag történelmi múltjára és kulturális értékeire emlékező eseményt, szabadidős rendezvényt szeretnének kínálni.